Mária Kelemen Kata, Renát Zoltán, Szatmári Attila. Magyar szöveg, Kompaktor Erika. Hangmérnök, Csomár Zoltán. Gyártásvezető, Boskó Andrea. Szinkronrendező, Czobor Éva. Szerkesztő, Vince Szabina. Produkciós vezető, Kovács Anita. Elnézést, hogy beleszólok, Don Martin, de szerintem el kellett volna mennie Santa Clarába, mert így csak Doña Gabriela esküvője miatt aggodalmaskodik. Nem, kislány, nem. Az unokáim azért mennek el, mert nekik elég sok veszíteni valójuk van. Nekem viszont sehová sem kell menekülnöm. Sőt, mi több, nekem kötelességem itt maradnom ebben a házban, egészen a végéig. A maga helyében én bármit megtennék, hogy ne kelljen itt lennem holnap. Ugye te sem értesz egyet azzal, hogy a lányom Gabriela hozzá menjen Fernandítóhoz. Jaj, Don Martin Szító, hogy is érthetnék egyet vele? Don Fernando egy nehéz természetű ember. Már így is meglehetősen sok problémánk volt vele Doña Norma férjeként, és a birtok ügyintézőjeként is. Képzelje el, hogy fog viselkedni, ha elvette Doña Gabrielát. Azt hiszi, hogy itt minden az övé. És a legrosszabb az egészben az, hogy számtalan joga lesz, miután elvette a lányomat. És senki sem veheti el tőle. Netán, van itt valami fontos dolgod, Dominga? Nincs, asszonyom. Akkor meg mi a pokolért nem mész, és teszed a dolgodat, Dominga? A háznak ragyognia kell, mire megjönnek a vendégek. Na mi lesz már, gyerünk! Oh, te jó ég, Benito, ez szörnyű. Olyan, mint egy szülinapi ajándék. Még annál is rosszabb. Úgy nézek ki, mint egy lufi. De ez az egész Leandro hibája, mert a testvérem képtelen bármit is rendesen megcsinálni nekem. Én egy világos öltönyt akartam! Valóban tény, hogy nem világos színű ez a ruha, azonban nagyon szép. De túlságosan fényes! És ráadásul ez az öltözék néhol túl szűk, máshol pedig túl bő. Te nem is vettél méretet rólam, igaz? Viszont ha ennyire nem tetszik az öltöny, amit adtam, akkor mégis miért jöttél az én boltomba, Benito? Csak hogy tudj, azért, mert máshol fizetnem kell, én pedig le vagyok égve. Azt hiszed, hogy tőlem így elkapsz ruhát, vagy mi? Leandro, ne feledd el, hogy az édes testvéred vagyok, nekem nem kéne fizetnem a te boltodban. Bettina, vedd el az öltönyt ettől a dagadéktól, és tök innen. Elég legyen, ne veszekedjetek már a pénz miatt. Leandro, te is nagyon jól tudod, hogy ki fogom fizetni Benito öltönyét. Feltéve, ha találsz olyan ruhát, ami jól áll neki, mert... ez borzalmasan fest a testvéreden. Dehogy. Mintha a legádázabb ellensége öltöztette volna. Most csak irigykedik, mert Gabriela nem hívta meg az esküvőre. Ezért nem akarsz segíteni. Te teljesen megbolondultál. Engem egyáltalán nem érdekel, hogy nem hívtak meg arra a botrányos esküvőre. Én is pontosan úgy gondolom, ahogy te. Egyáltalán nem érdekel, hogy nem mehetek el az esküvőjére egy olyan nőnek, akit különben is alig ismerek. Nem is nagyon emlékszem rá. Még szerencse, hogy csak téged hívtak meg, mert ha engem is meghívtak volna, kénytelen lennék elutasítani. Na, én is ugyanezt tettem volna, pontosan, pláne akkor, ha Raquel nénikém is meg. Elég legyen. Inkább gondoljuk át, hogy mit viselhetne Benito az esküvőjén. Válasz valamit, sok öltönyünk van. Valóban sok öltönyünk van. Csak hogy nem az ő méretében.
Esetleg le tudnám... A testvérednek valami különleges ruhára van szüksége, igaz? Benito. Igen. Nem is keresünk neked valami szép öltönyt. Sietünk el, mert holnap lesz az esküvő. Gyere. Anya. Én belehalok, hogy elmehessek arra az esküvőre. Látni akarom, hogy milyen ruhát visel a menyasszony, a vőlegény és a vendégek. Kíváncsi vagyok, milyen esküvőt hoztak össze ilyen rövid idő alatt. Egy cseppet sem kell aggódnod, kicsim. Biztos vagyok benne, hogy Benito nem fogja kibírni, hogy el ne mondjon nekünk minden egyes kis részletet az esküvőről. Te is tudod, milyen pletykás a testvéred? Én ebben nagyon is kételkedem, anya, mivel Benito most Raquel nénikéjének fog kémkedni. Jaj, anya, annyira szerettem volna megtervezni Gabriela menyasszonyi ruháját, el sem tudod képzelni. Édes kisfiam, emiatt ne aggódj egy pillanatig se. Megígérem, hogy majd megtervezheted az én esküvői ruhámat. Mert ha azt a nőt elveszi valaki, akkor én is bármelyik pillanatban okozhatok meglepetést. Nem jaj, igaz? Anya. Imaginé que un amor tan imposible tocara hoy a mi puerta. Nunca imaginé, por azar o por ventura, la pasión que se despierta. Dominga, mi ez itt az oszloknál? Ez a csokor nem ide való, tedd az asztalra. Azt meg hová viszed? Itt van a helye. Siessetek! Hát képtelenek vagytok arra, hogy bármit is jól csináljatok. Megmondtam, hogy azt a csokrot tedd ide az oszlop elé. Rendben. Jó. De óvatosan. Óvatosan. Hová viszed? Maguk meg mit művelnek? Vigyázzanak a virágra. Aj. Si siempre perdido, yo creo que merezco. Szép lesz. Hogy legény búcsút tart a bárban a legjobb barátjának. És Rosario? Frissen, akár csak egy virágszál támogatja benne. De rám aztán ne számítsanak. Semmiképp. Én egész biztosan nem szállok bele ebbe a legény búcsúba. Hát tudod, én sem leszek Armando bohóca, azért, mert pláne nem, hogy annak a borzalmas nőnek az esküvőjét ünnepeljem. Mármint, hogy annak a boszorkánynak. Elégre te is találkoztál már vele. Hát, amikor eljött a bárba, hogy elvigye az én Martin szítómat. Te is láttad, hogy az a kiállhatatlan nőszemély egy igazi kártevő. Mint ahogy Fernando is az. Azok ketten tökéletesen megérdemlik egymást. Mégis igaz a mondás. Minden zsák megtalálja a maga foltját. Aha.
a dalt! Jó barátunknak, Fernando Escandónak ajánlom. Fernando barátunk ma este tartja a legény búcsúját, ugyanis holnap meg fog házasodni. Most pedig nagy tapsot kérek neki. Köszönöm. Köszönöm, Rosario. Igazán nagyon kedves vagy hozzám. Nincs mit megköszönnöd. Nagyon szívesen teszem, Fernando. És? Készen állsz a házasságra? Egy kicsit ideges vagyok, de ezt leszámítva nagyon jól érzem magam. Igen? Még Gabriella lányai ellenére is feltételezem, hogy most szörnyen dühösek rátok. Egyszerűen örjöngenek. Nem fognak eljönni a ceremóniára és a partira sem. Mind a hárman Santa Clarába mentek a hétvégére. Továbbá azt találták ki, hogy vissza sem jönnek addig, amíg le nem zajlott az esküvő, és Gabriellával el nem mentünk a nászútra. Remek! Akkor szerencsére elég sokáig nem fogod látni őket. Jaj, hála az égnek! Bár szívesen megmutattam volna nekik, hogy ki is vagyok valójában. De erre lesz még időm, ha visszajöttünk. És biztosak lehettek benne, hogy nem fogom majd visszavonni. Fernando, nekem úgy tűnik, nem áll szándékodban kibékülni azokkal a lányokkal, de nem kell aggódnod emiatt. Szerintem is ez a jó döntés. Különben is, nekik van vesztenivalójuk, nem igaz? Jól van, holnap találkozunk. Az esküvőn kívánom, hogy érezd magad nagyon jól az utolsó szabad éjszakádon. Köszönöm. Szia, édes. Szia, édes. Nagyon jól mondta. Ma éjszaka mulatnod kell, és van is számodra egy különleges meglepetés. Nem. Lassan már itt az ideje, hogy hazamenjek. Érzd meg, hogy ki kell aludnom magamat, hogy holnap az esküvőn friss legyek. Kemény nap áll előttem. Azt állítod, hogy kemény nap? Inkább azt mondanám, kemény élet áll előtted, barátom. És éppen ezért ki kell élvezned az utolsó szabad óráidat, Fernando. Komolyan mondtam, hogy hazamegyek, Armando. Elég volt már. Persze, hogy elmész, de nem haza, hanem szórakozni. Ne feledd, hogy holnap el fogsz venni egy idősebb hölgyet. Azonban nem mondhatsz le a friss húsról sem. Mégis mi a fenét ajánlasz nekem? Tudod, a legény búcsúd még csak most kezdődik, barátom. Egy privát partit szerveztem meg neked. Lent a pincében. Gyere! Na, ne kéresd már magad! Csak nyugalom, Fernando. Megígérem neked, hogy nem fogod megbánni ezt az estét. Lányok, kezdődhet a buli! Ezt nézd meg. Egész életedben hálás leszel ezért az estért, Fernando. Lányok! Ő itt, Fernando, a mai este különleges vendége. Kérlek titeket, legyetek nagyon jók hozzá. Elégítsétek ki minden vágyát. Viseljétek gondját. Biztosan meg lesz, cicuskám. Meg fogod kapni, amit megérdemelsz. Édes vagy. Ne légy félénk, drágám. Nem fogom bántani téged.